2022. március végén rakták le a Ligetúti Sport és Szabadidő Központ alapkövét. Ahogyan a bejáratnál a felirat is mutatja, egy sportcentrumról van szó, hiszen nem csak egy sportág képviselői használhatják majd ezt a gyönyörű létesítményt, hanem több sportág, és ha azt veszük, hogy még a pálya mellett mi minden sport funkció került kialakítás az elmúlt években, akkor mondhatom azt, hogy közel egy tucat sportág sportolói készülhetnek föl a különböző versenyekre, vagy amatőrként használhatják napi szinten. Itt a sport létesítményben ugye a hátam mögött nyilván a labdarúgás létesítményei láthatóak, hiszen a labdarúgó pálya, illetve a túlsó lelátó mögötti fedett műfüves csarnok az mindenképpen a labdarúgás sportágot fogja szolgálni. Itt a főépületben több terem került kialakításra, mindenképpen meg kell említeni a különálló birkózó termet, illetve az asztali tenisztermet, illetve egy olyan tornatermet, amely több sportág képviselői is használhatnak, vehetnek igénybe, így a különböző aerobik, fitness, illetve a karate versenyzők is készülhetnek. És hát természetesen egy konditerem mindenképpen szükséges, hiszen minden sportághoz nélkülözhetetlen az, hogy a kondicionális képességeket is lehessen fejleszteni. Ahogyan a megnyitóban is elmondtuk, az országban az elmúlt 5 évben nem adtak át squash pályát, mi rögtön 2 is, hiszen ebben a gyönyörű épületben 2 squash pálya található, amely mindenképpen a nagy közönséget fogja szolgálni, de akár versenyek lebonyolítására is alkalmas, hiszen nemzetközi szintű maga a pálya. És hát ahol most állunk, ugye ez egy nagyon szép és nagyon jó minőségű atlétikai edzőpálya. Én remélem azt, hogy a karcagi atlétika újra fel fog virágozni, és újra szép eredményeket fogunk tudni majd elérni. És ha beszéltünk már ugye a mellettünk lévő létesítményekre, akkor mindenképpen meg kell említeni a kerékpáros pályát itt az erdőben, illetve az Erzsébet-ligetben, illetve egy vadonatúj tájfutáshoz használható létesítményt, amely az okostelefonok felhasználásával ad lehetőséget a tájfutás szerelmeseinek, illetve kezdőinek arra, hogy kipróbálják ezt a szép sportágot. Az alig több mint 2 évig tartó felújítást a 9 milliárd forintos kormányzati támogatást tette lehetővé. Mind a kulturális, mind a sport, mind a vallási beruházásokra szükség van ahhoz, hogy egy nemzetnek identitása is legyen, és megerősítsék a szuverenitás védelmét egy országnak, egy nemzetnek. Ebből a szempontból ünnepnap ez a mai, hiszen ez a beruházás hozzá tud járulni ahhoz, hogy további sportoló nemzedékek nőjenek föl a városba, egyre többen sportoljanak, egészségesebb legyen a nemzet, és olyan sikereket érjünk el, amire büszkék tudunk lenni majd hosszú távon is. 13 ezer négyzetméteren labdarúgópálya valósult meg, lelátóval, futópályával. Ez a város, mint egy kitűnő, magasugró atléta nekirugaszkodott, futott, és olyan magasságot tudott átugrani, amire sokan nem számítottak. Hiszen Karcag egy olyan város, egy olyan közösség, amely olyan teljesítményt tud maga után mutatni, amelyre nagyon kevesek képesek. És Karcag átugrott egy hatalmas lendülettel a 20. századból a 21. századba. Hiszen ha körbenézünk, akik itt születtünk, itt nőttünk fel, sokszor mi sem hiszünk a szemünknek. Ha körbenézünk itt, a régi sporttelepen, ami már nyomokban sem hasonlít ahhoz, amit hosszú évtizedeken keresztül megszoktunk, ahova kijártunk futni, atlétizálni, kijártunk foci meccsekre. Ez egy olyan létesítmény, amelyre méltán lehetünk büszkék. Itt a dolog jelentősége az, hogy ez tényleg a karcagiaknak a jólétét, a sportot, a gyermekeink egészségét szolgálja, hiszen döntően a fiataloknak épült, és folytatja azt a hagyományt, hogy Karcag mindig a sport életben, különböző sportágokban is egy komoly tekintélyes szerepet töltött be, és hát így most már megvan az alap arra, hogy a jövőben is ezt a szerepet, mint a térség központja tovább tudja vinni.
Itt látszik, hogy különböző pályák, fedett edzőtermek, létesítmények, szálláshelyek találhatóak, és így az objektum illeszkedik ahhoz a sorozathoz, amit komoly beruházásokban öltött testet, jó léti létesítményekben, elég itt a erdei futópályára, a lombkoronatarösvényre gondolni, a Lóger pályára, a lovas versenyek és különböző programoknak a helyszínére, mellettünk pedig az Erzsébetligetben a milánói pavilon a karcakincse, fogadja az idejekezőket és biztosít a karcékek számára is maradandó élményeket, de a Rónai Malom, a Lifeház, a játszótér, a pumpapálya szintén ott található, mellette pedig a strandfürdő területén folytatódik a program, hiszen ott egy új medence épül. Tehát ezek egy helyen vannak, ez egy olyan szerves egységet képez, amelyre bizony sok város irigy lehet és irigykedhet, és arra is jó példa, hogy az egymást követő városi vezetések ugyanazt a koncepciót követték, hogy itt egy lakosságbarát, a gyermekek, a fiatalok számára maradandó élményt jelentő komplexum legyen. A város más területén, más vonatkozásokban is vannak beruházások, elég a bölcsödére gondolni, ami hamarosan elkészül, átadása az meg fog történni, de az intézményi felújítások is az elmúlt években jól haladtak, szépen mutatják azt, hogy megújul a városkép, megújul Karcag, és így mind az itt lakóknak, mind az idejekezőknek egy kellemes arculatát tudja mutatni a település. A műfüves labdarúgópálya a téli időszakban is lehetővé teszi a mindennapi edzéseket, emellett az egyéni sportágat választók számára is van elegendő edzőterem. A Nagykunság fővárosának, Karcagnak igenis szüksége volt arra, hogy a gazdasági és a társadalmi rangjához méltó sportlétesítményei legyenek, és ugyanez igaz a kultúrára, az oktatásra, a gyermeknevelésre, és ugyanez igaz a versenyképes gazdaságra is. Fantasztikusan gazdag a sportélet, az ember szinte kapkodja a fejét, hogy ha a gyermekének sportot kell választani, akkor valójában melyik az a sportág, amelyik a leginkább vonzó lehet a számára, hol találja meg azt a közösséget, amelybe szívesen jár, örömmel jár, és ma már az okostelefonoknak a világában az is egy nagyon nagy figyelemre méltó dolog, hogy a fiatalok hajlandóak a sportért letenni az okostelefonjaikat, és hajlandóak egy kicsivel több erőfeszítést a saját egészségük, a mozgás kultúrája és a csapat összetartása érdekében kifejteni. A 21. század minden igényének megfelelő sportkomplexum ideális helyszíne nem csak a szabadidő sportolásnak, hanem akár edzőtáborozásnak is, hiszen a felújítás során szálláshelyek is létesültek.